think I can have some more. Mami, du bleibst im Haus, Papi, wir teilen aus. Er hat ein Ausgang, du bleibst zu Haus und passt auf die Kinder auf. Mami, du siehst gut an, heute lass ich dich allein. Einmal die Luft, er muss auf der Papi, auch mal die Freiheit sein. Sofort mal etwas noch erhöhen. Dass ich dich von Herzen liebe, wie die Sterne aus weiter Ferne. Strahlt uns das Glück dann zu frei, Marianne, wo wirst du mein? Marianne, lass dich küssen, du musst wissen, dass ich dich von Herzen liebe. Darum, wenn sei stets bereit, denn die Uhr deines Lebens.
sind deine Zeit. Darum, Mensch, sei stets bereit, denn die Uhr deines Lebens, sie schlägt nicht vergebens. Denn die Uhr deines Lebens, sie schlägt nicht vergebens. Thank you.
volna Vencül Józsi és a tánccsoport, akiknek sokszor kellett elhúzni a nótájukat, akkor megint csak nem indulhattatok volna el. Ha a szüleitek nem adják meg azt a támogatást, amit megkaptatok, akkor nem tudjátok az egészet elkezdeni. Ha a párotok, akit választottatok, nem áll mögöttetek és teszi a dolgát, nektek is nehezebb lett volna. Ha a gyerekeitek nem olyan toleránsak, mint amilyenek, szintén nehezebb dolgotok lett volna. És nem utolsó sorban, ha a közönség nem olyan, amilyen, és amilyen ma is, nem tudtatok volna ilyen sikereket elérni. Azt hiszem, ez egy közös szimbiózis. Egyik sem létezhetett a másik nélkül. Csöndben, észrevétlenül mindenki hozzátette azt, amire szükség volt. Szerintem senkinek nem ismeretlen név az, hogy Reflex, hiszen ezen a néven indultatok. Sokszor kellett megújulni ilyen-olyan okok miatt. Jöttek-mentek a tagok, de nektek sikerült mindig olyan embereket találni, akikkel meg tudtátok valósítani akkori álmaitokat. Gyerekeitek közül van, akinek már zenekara van, van, aki most tanul zenélni, van olyan, aki úton van a berlini filharmonikusok felé, akinek ezúton is kívánjuk, hogy sikerüljön. És van olyan, aki már apa hagyta. Ez már az ő döntésük, hogy ezzel a lehetőséggel, amit ti a kezükbe adtatok, élnek-e vagy sem. Szerencsésnek mondhatjátok magatokat, mert azt csinálhattátok, amit szerettetek, és ez nagyon jó dolog. Ettől lett a zenétek olyan, amilyen ma is. Senki nem tudja a titkot, pedig sok zenész próbálta már megfejteni. Én most veszem a bátorságot és elárulom nekik. Nem a technika és nem a hangszer az, ami befolyásolta a híres Bráfi Szandot, hanem az emberek, akik a hangszerek mögött vannak. És van egy rossz hírem nekik. Mivel minden ember egyedi, megismételhetetlen és különleges, senki nem tudja majd ezt produkálni, mint ti. De ez nem is baj. Nem kell még egy Bráfi poem. Lehet valami újjal előrukkolni és megvalósítani. Sokat tettetek le az asztalra, ami mögött nagyon sok munka van. 37 év nagyon hosszú idő, és sokat lehetne erről a történetről mesélni, ami rólatok szól. Rengeteg embert ismertetek meg, és rengeteg barátot szereztetek ez alatt a 37 év alatt. Sokan nem értik a döntéseteket, és nem is fogják megérteni, csak mi. Mi, akik első pillanattól kezdve mellettetek, mögöttetek álltunk. Köszönjük szépen! Összeírtuk a fellépéseink számát, és most mondanék számokat, ami lehet, hogy furcsa lesz, van, aki kevesli, van, aki sokalja, de ezek tények. Tehát közel 2000 fellépés van a hátunk mögött. Ez alatt a 37 év alatt, és ezek közül több mint 300 alkalommal jártunk külföldön. Fiatalok kedvéért hadd mondjam el, hogy mi még voltunk az NDK-ban, meg az NSZK-ban is. Lehet, hogy ők nem is tudják már, hogy mi az. Zenéltünk még Ausztriában, Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban,
és háromszor jutottunk el a tengeren túlra Amerikai Egyesült Államokba. És ha ezeket a dolgokat összeadom és elosztom így 365 nappal, akkor valami olyan szám jött ki, hogy 5 éven keresztül, közel 5 éven keresztül minden áldott nap zenéltünk. Minden áldott nap, tehát nem volt se bőjt, se karácsony, semmi. Ez azt jelenti, hogy annyit nem voltunk otthon. És ha a kilométereket kiszámolom, tök egyszerű, hogy a 300 alkalom külföldön, ha csak 2000 kilométert számolok egy útra, pedig nem annyi volt, akkor csak a külföldi útnak az 600 000 kilométer. Ebben azért gondoljunk bele, hogy mit vállaltunk mi ebben, milyen felelősséget egymás iránt, hiszen ott volt a buszunk, ami akkor még nem volt klímás, nem volt tempomatos, letekert ablak, kikötött ajtó, stb. Stb. De mentünk, mert valaki azt sugallta nekünk, hogy mi azért vagyunk, hogy ezt csináljuk. De eljött most az idő, amikor azt mondtuk, hogy ezt az időt most egy picit próbáljuk visszacsinálni, már nem fogjuk tudni, de picit van mit bepotolni a családdal szembe, hogy vasárnap esetleg reggel ne akkor feküdjünk le, amikor más fel kell, hanem esetleg, ahogy az unokabátyám felhívta a feleségemet, hogy kint vannak az erdőbe a Voci Tibi. És a feleségem azt mondta, hogy ha legközelebb mentek, akkor szóljatok, mert akkor mi is fogunk tudni menni. És azt hiszem, ebben minden benne van. Szeretném megköszönni mindenkinek a támogatást, hiszen zenekart mindig a közönség tart életben, ahogy a feleségem ezt mondta. A taps, az öröm, a jókedv, amit felénk sugárzott ez a közönség. Sokan mondták azt, hogy illetve kérdezték, hogy miért vagyok abban, mert olyan fiatalok vagyunk, mert hogy úgymond a Mare Panda is játszott még 80 éves korukig. Hát igen, csak az egy kicsit más dolog volt, hogy egy évben játszunk 3 bált, 30 temetést, meg 2 körmenetet. Csak a tegnapi napot hadd mondjam el, hogy én 11 órakor indultam otthonról. Lementem a Tamáshoz, felakasztottuk az utánfutót, bepakoltunk mindent, 11:30-kor indultunk, és reggel 6 órakor ültem le az ágyra, ahonnan 9 órakor kidobott az álom. És itt vagyunk megint, tehát még mindig van valami, hogy ezt csinálni kell, csak higgyétek el, hogy ez egyre nehezebb. Hárman leszünk most már 50 évesek az idén ebben a zenekarban, és itt van a zenekar egyetlen nagypapája, aki 64 éves lesz a Koricki Tamás, akinek külön tapsot szeretnék kérni. Aki a saját elmondása szerint, meg hát mindenki ezt már jelezte, hogy reggel, mikor cuccolni kell ezeket a gyönyörű hangfalakat, meg a nagy ládákat ebben a sok vassal, meg a drótokkal, meg mit tudom én, az már komolyan néha fizikai fájdalom. Tehát amikor egy 6-7-8 órát az ember lezenél úgy, hogy 120%-on ott van agyilag a színpadon, nem szabad téveszteni, mégis tévesztünk, mert emberek vagyunk, nem gépzenét játszunk, stb. De ez nagyon-nagyon megterhelő. És még egyszer utoljára hálát szeretnék adni a jó Istennek is, hogy mi ezt megkaptuk, hiszen ha belegondolunk, Vörösváron van 15 000 ember, és abból 3-4-en megkaptuk ezt a lehetőséget, hogy idáig eljussunk, és ennyi mindent megkapjunk. Úgyhogy hálásak vagyunk mindenkinek. Nem szeretném most részletezni a szülőket, nagyszülőket, stb. Annyit még állulok, hogy 18-án lesz nálam egy közös zenekari vacsora, nem egy utolsó vacsora, hanem egy záró vacsora, ahol csak mi leszünk ott, a család, a gyerekek és a szüleink még, akik itt vannak. És reméljük, hogy egy csodálatos estével le fogjuk zárni ezt az egészet, amihez hozzájárul ez is, hiszen mi szerettük volna ezt nagyon óvatosan, finoman kezelni ezt az egészet, semmilyen sztáralulőrrel, hogy most mondták itt sokan, hogy sátrat kéne állítani, meg nagy bulit kéne csinálni. Igen, ezt mi megtettük kétszer. Akkor megtettük, amikor itt még embereknek fogalmuk nem volt erről, hogy ez működhet. Gondoljunk bele, 95-ben megcsináltuk a 15 éves jubilónunkat a vásártéri iskolában, ahol 2 busz jött Németországból, rajongó táborunk, akkor onnan ennyien érkeztek, és rosszul voltak, hogy fasátor lett itt felállítva, de a kutyát nem érdekelte. Ha visszaemlékeznek, akkor nagyon sokan a Szabadság utcán táncoltak, az egész út minden tele volt emberrel, és megmutattuk itt a vezetőknek, az akkori falu vezetésnek, meg a kulturális vezetőknek, hogy nem kell ide semmilyen nagy dolog, ha azt akarjuk, akkor meg lehet csinálni. És mi kétszer megcsináltuk, sikerült nekik, köszönjük szépen, és ahogy ez a zenekar szép lassan kinőtt a földből, mint egy virág, közben hullott egy-két szirmot, egyet-kettőt, ezt most értem a zenészekre, jöttek, mentek, nőttek új szirmok, és most ez a virág egy picit úgy
nem elhervadt, hanem egy picit most nyugovóra tér. És a remény hal meg utoljára címszóval, ugye nyilvánvaló, hogy a zenélést nem fogjuk tudni abba hagyni, valamilyen formában ezt mindenki tovább fogja csinálni, de ezt az aktív zenélést, amit mi eddig csináltunk, azt most egy picit lezárjuk, félretesszük, és megpróbálunk egy picit új életet élni. És ehhez még hozzátartozik az, hogy remélem, hogy az, hogy ennek a dolognak most vége lesz, az csak a zene. És ezek az emberek, akik itt állnak mellettem, a Tüdő, akit mi csaltunk ide Vörösvárra, a Korinczky Tomi, akit úgy jött a zenekarba, hogy átmentünk hozzá egy kénegnői klarinétos, és akkor kapott szenet. Ezt el kell, hogy mondjam, mert ez tényleg így volt. És azt mondta, hogy nagyon siet, mert ezt be kéne hordani. És a Tamással ketten levettük a kabátot, nekiálltunk, és segítette neki behordani a szenet. És lehet, hogy ez meggyőzte ott arról, hogy valami jó helyre fog kerülni, és itt van velünk 1990 óta. Aztán itt van a... Itt van az unoköcsém, a Boci Tamás, aki úgy került ebbe a zenekarba, hogy ugye táncolt ő is, mint én is itt a Német Nemzetiségi Társcsoportban, és a Józsi mondta, azt mondja, szép nagy marha vagy, tanulj meg tubázni, most azt kell nekünk. És a Boci megtanult tubázni, és itt ragadt a zenekarba. Így került ő ide. Aztán voltak még itt tagok, ugye Nyírő Karcsi, ne felejtsük el, nagyon fontos pont volt a zenekar életében, aki viszont úgy került a zenekarba, hogy a bátyám esküvőjét játszotta itt a zenekar, az első emeleten a kultúrban, és jött Szent Ivánról haza. Valamit játszottak a Sukkocsmába, és itt lent a portánál találkozott aztán a Tamással vagy valakivel a zenekarból, és behívták. És a Papesz elővette a hangszerét, elkezdett játszani, és akkor egyszer csak itt ragadt. Tehát így volt itt a Papesz felünk nagyon sokáig, amit most is nagyon ezúton is szeretnénk neki megköszönni. Így van, egy nagy tapsot megérdemel a Karcsi. Aztán itt van a Lovász Zsolti, akitől már elbúcsúztunk, és mikor felhívtam, hogy Zsolti, itt van ez a nóta, ez valahol mindig rólad szólt, elvállalod, megcsinálod, abban a pillanatban azt mondta, hogy azonnal jövök, persze, hogy megcsináljuk. És a mai napig tök jó viszonyt ápolunk egymással, és sok mindent elárult. Úgyhogy Zsoltinak is nagyon szépen köszönöm. Aztán a Vörös Tibi. Hát ő egy érdekes történet, szinte a legelejétől itt volt velünk, 1990-ig. Akkor ő kikerült Ausztriába. Ott szerzett trombita tanári diplomát, és ugye az ideje nem engedte meg, nem tudott velünk próbálni, leültünk, megbeszéltük, és mondta, hogy ez nem fog menni, és akkor elkezdtünk keresgélni. Hát jött az Ákoska. Megtaláltuk a Tüdőt, aki azt hiszem... Gyere ide! Egy olyan ember találtunk, aki azt hiszem itt a Vörösvári zenészbergekben azért tudja mindenki, hogy azért mikor a Tüdő odarakta, akkor az ott volt. És ő ezt mindig, akármiről van szó, legyen ezt trombita, vagy bármi, odarakta, ott volt, kész. De azt kell mondjam, hogy egy olyan ember volt, hogy ha este fölhívtam, hogy Tüdő, holnap el kéne menni a CD-shez, ezért kéne menni, azért kéne, hogy soha nem mondta azt, hogy nem. Megcsinált mindent, úgyhogy maximálisan mindig tudtam rá számítani, és megmondom ezt, hogy imádom ezt a jó arcot, aki itt áll most boldogan a kislánya, valamilyen szintén gratulálunk most neki. Visszakanyarodnék a Tibihez, ugye aki most 6 évvel ezelőtt ültünk itt a sátorban, hátul Pilisvörösváron, és azt mondta nekem, hogy szomorú, mert a Bolero zenekarnak úgy néz ki, hogy vége, és hogyha tudnék valamilyen zenekart, akkor szívesen beállna és zenélne ő meg itt Vörösváron. Ez volt augusztusban, és szeptemberben a Zsolti jelezte, hogy ő befejezne a pályafutását, és gondolkoztunk, hogy kinek lehetne szólni, hogy jöjjön gitározni. És a Boci fölhívott, azt mondja, te most megyek itt a főúton lefelé, és a Vörös jött velem szembe. Hát mondom, akkor megvan oldva a dolog. Tamással beültünk az autóba, hátra mentünk este, és nagyon furcsa érzésekkel, de nagyon jó érzéssel mentünk be a lakásba, és szinte sejtette, hogy miről van szó, és egyből azt mondta, hogy azonnal már is jövök, mert valahol
velünk nőtt föl, itt volt nagyon sok ideig, aztán elszakadtunk egymásról, de a kapcsolatunk soha nem szakadt meg. Tehát bármilyen nagyobb buli volt, vagy valami, az volt az első, a Tibi persze azonnal ott volt, a 40. szülnapunk, a Tamással együtt ünnepeltük, nem volt kérdés, a Vörös Tibit meg kell hívni a családjával, és a Tibi itt van velünk most is, sajnos ma nem tud itt lenni, ugyanis az egyik, az operett színházba, a zenekarnak az egyik fel, az Debrecenbe vendégszerepel, és neki kötelessége van, ott el kellett mennie, nem tudja azt mondani, hogy nem megy el, mert ugye 38-an várnak a székére, de valószínűleg még várhatnak egy darabig, mert azért a Vörös Tibi az a Vörös Tibi, ugyanúgy, mint ahogy a Tüdő a Tüdő. És most kaptam a feleségemtől a telefont, hogy a Tibi küldött nekem, illetve nekünk egy üzenetet. És ha megengedik, akkor ezt felolvasom. Nem tudtam róla, most hozta ide az Ildi. Tehát a Tibi most Debrecenben van, egy koncertet játszik este, és ezt írta most nekünk. Kedves Práfi, mivel sajnos úgy jött össze, hogy nem lehetek veletek az utolsó bulin, szeretném megköszönni azokat az éveket, bálokat, turnékat, fellépéseket, amiken együtt vehettünk részt. Minden elismerésem a kitartásotokért és a hűségeteké, amitől a mai napig a Práfi, Práfi marad, és mindig az is volt, köszönöm nektek, a barátokat, akiket általatok ismerhettem meg, megértést, amikor nem tudtam veletek menni néhány fellépésre, életem egyik legkedvesebb időszaka volt, amit veletek tölthettem. Szívből köszönöm, hogy nagyon sokat jelentett, szívből köszönöm, nagyon sokat jelentett számomra. Ma estén nagyon jó bulit kívánok nektek, lélekben veletek leszek, mindenkit ölelek, üdvözlettel Vörös Tibor. És ne feledkezzünk el még három emberről, aki itt ül mögöttem szerényen. Az egyik, az egy szép nagy darab ember, ahogy a Vence Józsi szokta mondani, aki itt ül a kisfiával az ölében. Ő a Kovács Laci, aki a Taksonyi Szigeti Fiúkba zenélt sok évig, és ahogy elárulta neki, mindig az volt az álma, hogy egyszer velünk zenélhessen. Hozzáteszem, hogy ő akkor született, amikor ez a zenekar alakult. Úgyhogy hálásak vagyunk a Macinak, hogy ezt az 5 évet velünk töltötte, és köszönünk neki mindent. És akkor hadd szólítsam meg a Kaszás Sanyit, akit azt hiszem nem kell bemutatni senkinek, hiszen két zenekarnak, a Biatorbágyi Fúvósnak és a Soskuti Fúvószenekarnak kiváló karmestere. És hozzá kell tegyem azt, hogy egy olyan fanatikus ember, amilyen a Tamás meg én, megmondom, hogy miért. Mert hogyha, mikor ide került hozzánk, ugye átdolgoztunk nagyon sok nótát, és ragaszkodott ahhoz, hogy az az eredeti legyen, és úgy játsszuk, ahogy azt a szerző megírta, mert az attól olyan átiratot bárki tud csinálni, de az a nóta, az arról szól, amit ő akkor éppen gondolt, ami akkor ihlette őt, és ragaszkodott mindig ehhez, és rengeteget segített nekünk kottában, hangszerelésben, és minden tiszteletünk az övé, hiszen olyan alázattal csinálja ezt az egészet és szerényen, hogy ez példamutató lehet minden vörösvári zenész számára. Sanyi, köszönjük szépen! És akkor van még egy buldokló ember ott hátul, aki a konkurencia zenekarából való. Hát ő is egy nagyon érdekes történet, a Gyurka, hiszen 12-13 éves volt, és már jött velünk játszani. És már akkor éreztük, Tamás is, Boci is, mi is, hogy ebből a fiúból lesz valami, hiszen nagyon szépen, nagyon kulturáltan fújt, nagyon alázatos volt mindig. Bármikor szóltunk, utolsó pillanatban, hiszen volt olyan, Tibinek fölhívott például, mit tudom, szerdán este, hogy közben jött valami, szombaton nem tudok jönni. És a Gyurit, ha megcsörgettem, abban a pillanatban azt mondta mindig, hogy jövök, jövök és jövök. És ez valahol azt is jelenti, és ezt is szeretném felhívni a fiatal zenészek figyelmét, hogy nem volt itt soha konkurencia. Soha. Ők játszottak egyfajta zenét, mi játszottunk másik fajta zenét. De a zene az egy nyelv. És ezen a nyelven mindig megértettük egymást. Úgyhogy Gyurka, nagyon szépen köszönöm mindenkit.
volt egy harmadik Jolly Jokerünk is. Hogyha a Gyurka se ért rá, akkor jött egy szép, magas ember kopasz homlokkal, aki ott áll hátul, Boll Feri, aki szintén nagyon sokat jött velünk, Bükkfürdőtől kezdve, nem is tudom, rengeteg. Ha meg nem zenélni jött velünk, akkor volt olyan örült, hogy beült a Gánti Lajosékkal az autóba, és lejött utána Pécsvárra. Tehát ezek ilyen agyament dolgok, de ezek megtörténtek. És ott álltunk, hogy Jézus Máriam, ezek tényleg ennyire szeretnek minket, és igen. És mikor most Gánton játszottuk a bált, akkor mondta a polgármester asszony, hogy több mint 160 bálunkban voltak, illetve rendezvényen. Tehát azért ezek olyan számok, tehát ilyen fanatikus rajongók, és tök mindegy, hogy esett a hó, szakadt az eső, sütött a nap, jöttek és jöttek. Úgyhogy Fecó, neked is nagyon szépen köszönöm mindent. És akkor elérkeztem egy olyan emberhez, aki az osztálytársam volt általános iskolában. Aztán egy buszon jártunk be, ipari suliba, hazafelé együtt ettük a lángost, itt a Vörösvári út Bécsi út sarkán, meg a málnát, 250 én, itt súg nekem, igen. És próbáltunk, elkezdtünk zenélni, aztán bevonultunk katonának. Ha hiszik, ha nem, ez a pár éves kapcsolat még fokozódott úgy, hogy amikor bevonultunk katonának, egy laktanyába kerültünk, egy századhoz, egy szobába, és egymás mellett feküdtünk. Aztán, mikor leszereltünk, ugye próbáltunk nálunk, a Mirk mamánál, ahol volt hely, tök mindegy, próbáltunk, az volt a lényeg is. Aztán valahogy ott ragadtunk náluk is, addig jártam oda próbára, még a végén elvettem a húgát feleségül. Tehát magyarul a sógorom lett. És hát a Tamás nekem szinte olyan, hogy ő a harmadik testvérem. Szavak nélkül értettük egymást mindig a színpadon. Soha nem felejtem el egyszer, az Olivier itt állt mögöttünk, és sziszentettem egyet, és Tamás rám nézett, és tudta, hogy mit kell játszani. És az Olivier azt mondta, hogy Keri, ez hogy? És mondtam, hogy majd 35 év után te is sziszentetsz, és neked is fog menni. A Tamásról még annyit hadd mondjak el, hogy aki zenész Vörösváron, illetve a környéken, az tudja azt, hogy egy olyan ember, akitől nem lehet olyat kérni, amit nem csinál meg. Legyen az kottaírás, fuvarozás, tök mindegy mi az. Egy van, így van, a pakolás, azt nem csinálja soha. Így van, pontosan így van. De viszont marha jól tud beszélgetni a vendégekkel, abból viszont ötöstök, azt tudjuk. De néha örülünk, hogy nem rá volt, mert hogyha ő összetekeri egy zsinort, akkor azt egy fonalgyár nem dolgozza ki 3 hónap alatt, azt tudjuk. Ez az egész úgy indult akkor, hogy a bátyámnak volt egy szalagos magnója. És akkor beindult a szívküldi délután, akkor odaültünk, és elkezdtük fölvenni a rádióból ezeket az Ernst Most nótákat, meg a Slavko nótákat. Tamás lejött a kis kazettás magnójával, fölvette kazettára, hazavitte, leírta a kottát. Ha én meg tudtam oldani a szöveget, leírtuk, és elkezdtük próbálni. És az egész így ment. És a mai napig rengeteg olyan kottánk van, ami kézzel írott, amit senki más, csak a Tüdő meg a Kolicki tud használni. Volt már, hogy volt a Vadnai Marci velünk, kinyitott a füzet, és azt mondja, nem, ezt én ebből nem tudok. Én ismerem a kottát, de ezt a kottát nem. Ez egy másik világ. Na szóval, tehát a Tamás az olyan, hogy most elmondom, ezt tudja mindenki, hogy ha leesik egy villa, megmondja, hogy ez milyen hangos szólal meg. Tehát olyan füle van, hogy az nem azért van a fülő, hogy ne essen a szemüvege, röviden. És nekem egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy én partnere lehettem ebbe, az egész dologba. És most ugye a többiek előtt elárulom, hogy azért mi ketten nagyon sokszor összejöttünk, és ilyen háttérbeszélgetésben azért valahogy megpróbáltuk ezt a dolgot úgy terelni, hogy valahol ismertük az embereket, és tudtuk, hogy hogy kell azokat a dolgokat tálalni, egy kicsit így, meg kicsit úgy, hogy az úgy előre vigye az egészet. És meg tudtuk oldani, mindig megbeszéltünk, bármilyen gond volt, és csak annyit tudok mondani, hogy büszke lehetek, én is arra, és büszke is vagyok nagyon, hogy ilyen kollégákkal áldott meg a sors, és nagyon szépen köszönöm nekik ezt az egészet, ezt a 37 évet. Köszönöm szépen.
kicsit az egyenekkel szintjében. És megmondom őszintén, hogy mivel hogy a legrövidebb időt töltöttem a zenekarban, a 37 évből csak néhányat a végén, de a kezdettől ismerem a csapatot, és valamikor a Donau-Thaler-es időben sikerült nekem is megfordulni egyszer-kétszer velük. Most nagyon-nagyon nehéz a szívem, és meg szeretném köszönni az egész csapat nevében, a többiek nevében ezeket a szavakat, amiket az Ozó mondott. Borzasztóan megható, és nagyon-nagyon nehéz feldolgozni nekünk ezt. Én most azért kérnék önöktől, és mindannyiunktól, a zenekar tagjaitól egy hatalmas tapsot, mert az a fergeteges munka, az a sok minden, amit az Ozó a vállán hordott, mindig értünk, értük, az kifejezhetetlen szavakban. Ezért szóljon az a taps, ami most önöktől és tőlünk jön, azért a hatalmas feladatért, amit az Ozó értünk. Köszönöm. Wir sind Kinder von der Ehe, die du in der Ferne Heimat fließt.
Thank you.
Revolution. Thank you.
Köszönöm szépen!